Na, sziasztok, felem vagyok. Az igazság, hogy most nem volt előre bejelentve a stream. Ez csak egy hirtelen jött ötlet volt, de volt kedvem egy kicsit repülőzni, és gondoltam, akkor már akár nézhetitek élőben is. Illetve később majd felkerül YouTube-ra. Úgyhogy ugye beállítok egy-két dolgot, amit most egyre nem tettem itt meg. Azt mondja, hogy mi kell nekünk. Game Options, Sound. Kicsit visszavesszük a játékbeli hangokat. Mondjuk így. Na, lássuk, mivel repülünk először. Azt mondja, hogy azt hiszem, hogy először az amcsikkal fogunk menni. És még egyelőre megmutatom a research tebemet. Egyelőre ott tartok, hogy kifejlesztettem az amcsikkal a 3-as, a P40-es Thunderboltot, az elsőt. És most fejlesztem az F4U1D a Corsair-t. És egyelőre még a 2-esekkel repülök, és most sajnos az eddigi tehát volt egy prémium repülőm, az XP50-es, ami eddig 2-es szintű volt, de most ezt tették 3-asnak, és helyére került az XP55-ös, ami meg 2-es lesz, tehát most egyelőre nem tudok repülni a 3-asommal, ezzel a 2-es csapattal. Meg kell várnom, ami meg leszünk a 3-as repülőim. Úgyhogy egyelőre itt tartok most az amcsiknál, és amivel repülni fogunk, az egyrészt a Corsair meg a Hellcat, ugye ők a két ilyen tengerészeti repülő, és ezen kívül van két Cobrám, a P39N, és a P39Q, ebből az N az már teljesen ki van fejlesztve, a Q az még nem nagyon. Ez mind a kettő 37 mm-es ágyúval van felszerelve, és ezen kívül van egy Kitty Hawk-on, ami az egyik kedvenc kis gépem. Ez egyszerűen egy aranyos kis mobil gép, aminek összesen 6 darab 12,7 millise van, tehát semmi extra, de nagyon hatékony a robbanó, illetve gyújtó lövedékeivel, és van ezen kívül még egy A20-asunk, amire fel lehet szólni egy-két bombát is, meg azért hát nem mondom, hogy egy túl jó nehéz vadász, de lehet vele egy-két dolgot csinálni. Na nézzük, hogy mit sikerül alkotni ma. És árkádot fogunk repülni természetesen. Az igazság, hogy repültem néhány realisztikus csatát, de nem látom be, hogy miért lenne ez annyira jó. Én értem, hogy nehezebb, meg minden, de nincs kedvem 10 percet azzal tölteni, nem történik semmi. Amíg fölemelkedek elég magasra, és utána 2 perc akció, és utána vége a meccsnek, majd utána repülhetek újra 10 percig fel a magasba. Az Arcade nekem egyelőre jobban tetszik ebben a játékban, bevallom őszintén, de majd ez megváltozhat. Kezdjünk a Kitty Hawk-kal, mert mégiscsak a Kitty Hawk-kal kell kezdeni. Ez egy 3 bázis foglalós meccs lesz, szóval egy kicsit még vissza kell vennem hangerőből. Valahogy így. Oké, na nézzük csak. Menjünk a C felé, de nem menjünk túlságosan a csöndre, mert nincs kérdem mindjárt az elején meghalni. Az nagyon felhős sajnos. Kellemetlen, mert nem lehet elég magasra sem menni. Megpróbálunk egyszerűen csak így nagyjából a felhő alatt utazó sebességre kapcsolni. Menet közben, hogy egy kicsit olyan... Oh, itt egy magyar srác. Tehát egy kicsit olyan unott vagyok, ez azért van, mert elképesztő fáradt vagyok. Tehát ne számítsatok tőlem túl sokra ma. De úgy kedvem támad egy kicsit játszani. És ez a Spitfire nagyon le akar szállni. Ó, ott ilyen egy B25-ös. Ezt a Kitty Hawk-kal nem fogom leszedni egy könnyen, de megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Ó, micsoda. Mekkora ugrott. Ajaj, vigyázzik el. Ó, te jó ég. Hatalmas sebzést tud bevinni a gépágyúival. Igazság. Felesett tréfa. Kaptam is a motoromra rendesen. Az első lövés mindjárt telibe találta. Nem kritikus a helyzet, de már elég rossz. A földi célpontjainkat rendesen megdolgozta a srác. Ezt nem tudom követni így sajnos. Kitty Hawk nem fordul elég gyorsan. Társai meg itt repkednek körülöttem. Motorját kéne egy kicsit. Hát a jó ég. Valami első ügyet. Oké. Szóval egy fél szárnya rövidebb lettem. Kíváncsi vagyok, hogy ez vajon a... Ah, igen, a B25-ös lőtt el a félszárnyamat, oké. Okay. Kaptunk egy kill assistetet, ez nem kezdődik túl jól. Még amikor láttam, hogy ott rajzolnak körülöttünk a társaink, akkor meg gondoltam, hogy hamarosan vége lesz a világnak. Na, próbáljunk ki egy kobrát. Igen, az amerikai gépek szerintem nem a legalkalmasabbak erre a típusú pályára. Találtam magamnak egy nagyon jó célpontot a 37 mm-esemnek. Ez a B25-ös is nagyon jó lenne ott fenn, de... Egyelőre megelégszünk a Wellingtonnal. Túl magasan van.
Mostanában a kedvenc szórakozásom az tényleg, hogy bombázókra vadászok. Rengetegen játszanak bombázókkal, úgy szembe jön, mert nem zuhan csak. Aha. Hát ez szerencsé kéne, hogy eltalálja most. Nem sikerült teljesen jól. Ha 37 millisbe be tudnék vinni egy-két lövést, az az. Próbálom eltalálni valami fontos részét. Na jó. Nem finomkodunk, hanem egyszerűen csak porobokra tépjük. Így né. Ott egy másik Wellington, az én sebességem az túl alacsony, de felakoskodjak, addig újra töltjük az ágyúinkat. Egyébként árkádban szerintem nagyon-nagyon fontos ez, hogy az ember mikor dönt úgy, hogy újra tölti az ágyúit. Mert, hogyha letolt gatyával kapnak el bennünket, amikor épp töltünk, az nagyon kellemetlen. Ezt a Wellington-t szeretném elkapni, nagyon magasan van. Megint elfoglaltak valamit, na jó, hagyjuk a Wellington-t, így sem csinál semmi hasznosat ott fent. Menjünk segíteni. Ez A20-as. Igazából ezt a 37 mm-es géppuskát, vagy gépágyot arra legjobb használni, hogy valami nagyot és nehezet lője le az ember, tehát felesleges kis célpontokra lőni vele. Lehet persze is, működhet is, de sokkal hatékonyabbak vagyunk, hogyha valami szép nagyot lövünk le vele. Például ezt a Bowfightert itt, aki most kétségbe esetem próbál oldalra kitérni. Aha. Egyé. Hát, ha már itt tartunk, akkor ez a B25-ös is nagyon jó, csak itt egy kicsit sokan vannak. Talán maradjunk inkább a D-nál. Üt a jó ég. Ebből csúnya világ lesz itt. Áh! Ezt egy kicsit elhibáztam. És a társaim már mindjárt jönnek segíteni. De így van. Ez gyors volt. Nem mondom, hogy jól csináltam a dolgot, nem szabadon bemennem ennyi közé. Évedes ez nagyon akar engem. Ez a jó ég. Nem lőtt a fél tárát, pedig már rég halott voltam. Oh. Nézzünk valami mást, egy kicsit próbáljuk ki a helyketet. De korszert még annyira nem sikerült megszeretnem. A helyket az jó fordul és hatékony gép. Ezt sikerült megint elfoglalnunk a C-t, ez jó. Nincs teljesen elveszve ez a meccs. A helyket sem fordul olyan jól, mint mondjuk egy brit gép közösen, de ha az ember csinálja ezt a módszert, tehát így fordulunk, élére állítom, akkor elég jól fordulni, és nem szabad elfelejteni és csinálni, mert különben viszont nagyon nem fordul jól. Na nézzük csak, ott egy B25, itt egy kobra. Kobrát nagyon jó lenne lekapni, mert ő nagyon... te jó Isten! Miért engem akarsz? Mondd meg, hogy miért. És jobb célpontod, pont szembe jön velem. Szóval a kobra nagyon nem fordul jól, a helyeket lényegesen jobban fordulnál. Úgyhogy mondják, barátkozhatunk vele egy kicsit, így né? És megszívta a srác, viszont most megint megyünk bele itt a jóba. Menjünk inkább kijebb. Azt mondja, hogy T-36-os, ez könnyű célpont, de van egy hurikán is vele. Aha, TBF, ez... Mit csinál? Zuhanó repülés, ezt nem jutott, hogy mégsem. Oké, ezt nehéz leszedni egyébként, de megpróbáljuk. Ah, már értem, mit akar. Pozíciópontjainkra pályázik. Vigyázzik el, mert a hátsó lövésző nagyon kemény egyébként. Tapasztaltam eddig. Társam majdnem belement a tűzvonalamba. Ez Q87-es is tökéletes célpont lehet nekem, így né, így meghalsz, próbáljuk meg egy nevőt is, oké, kill assist. Ez addig, wow, itt egy jak. És nagyon sokan vannak rajta a srácon, kap egyet, kettőt tőlem, ne! Jaj, de imádom, amikor hátulról belém jön egy szerencsétlen, persze én is hibás voltam, mert látom, hogy vannak már rajta, de igazából nem volt más választásom, úgy érzem. De aki hátulról jön az Isten szerelmére, az látja, hogy ott vagyok. Tehát miért jön belém hátulról? Az ilyes esélyre tettem meg. Nem tudja elrántani oldalra, és azt is sorry. Egyetlene. Már nem visz hozz vissza az életbe engem a bocsánat kérésedbe. De. Lelövik azt a jakkot? Na, nem megyek fel ketten is rajta, valami nincs kedve még egyszer. Csúnya véget érni. Egyelőre úgy tűnik, hogy senki nem... De a Typhoon-nal akarsz szállni? Nem. Oké. Ezt a Wellington-t akarom leszedni, de lehet, hogy lekinek szed... Nem a társamról, de neki ment valaki. T-36-os. Igen, jó célpont. Nem tudom, hogy eltalálom ezzel a hatalmas ágyúval. Nem. Sajnos nem.
Wow. Oké, és sikerült. Ez a tank, igen. Ez a repülő még nagyon nincsen kifejlesztve, szóval... Gyere, nem vagyok vele túl hatékony. Nézzük, mi van itt mellettem. Ez csúnya lesz. Wow. Oké. Azt a mindenit. Jó, újra kéne tölteni, reméljük, hogy nem jön bennem senki. Úgy tűnik, hogy nem. Oké, úgy tűnik, hogy valaki rá akart menni a leszálló pályánkra. 10 másodperc újra töltésem. A Wellington nagyon szeretne leszállni, de egyelőre túl gyorsan megy szerintem hozzá. Ugye ez igazi Junkersre is. De a Junkers nagyon levallassó, az nekem tökéletes célpont lehet. Így né. Ezért még a Junkers páncél sem bírja elviselni a 37 mm-est. Ő is nagyon levallassóval jelzem. És ennek ellenére nem találom el. Volt egy jó ég. Na jó, hagyjuk is. Nézzünk valamit, aki itt nagyobb veszélyt jelent ránk nézve. Nem tudom, hány lövésem maradt, kb. 12-re tippelek. Nem figyeltem oda igazán. A TBF, úgy tűnik, hogy megnyerjük, ha minden jól megy. Ez a Spitfire itt teljesen le van lassulva. Viszont nem arra mentem, erre számítottam rá. Ez az, kapott. Nagyon jó. Ó, és elfogadták a célt. Hogyan? Ha! De még mellett ott forgatni, srác. Egy, ne. Ő is megvolt. Ó-ó. 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 Igen, sajnos ez... esélyes volt, hogy meghalok. Addig 8-ot leszettünk. Na nézzük csak, behozom a nehéz vadászt. Azt szintén szóval nem hiszem, hogy jó ötlet lenne. Hú, ez egy Typhoon-ünk egy is. Megpróbálhatnék leszállni, de őszintén szóval inkább megpróbálok még egy-kettőt lekaszállni. És talán valaki leszáll közülünk, akinek már van egy nehéz vadászva. Nem állunk rosszul, és nagyon hát még tőlünk is hiányzik néhány ember már. De csak egyszer sikerül elfoglalni még a pályát, akkor már jó lenne a helyzet. Ez ott egy P47-es. Hol volt a jó hék, ez egy harmadik szintű gép. Jó, meghalt. Ez egy bowfighter. Azt mondja, hogy ez jó, gyorsan jön. Mi a fene? Wow, hát ez érdekesen jön. Azt hittem, hogy lassabb lesz. Ja, hogy ezt hallott, oké. Okay. Le kéne szállni, csak éppen nem tudunk. Szintén szóval... az egy PBY, oké. Okay. És nem tudom, hogy mit csinál, de... pilótájára pályáztam, de nem sikerült sajnos. Van valami fölött? Nem nagyon. Hát csinálunk egy extrém manővert. Az igazság. Valahogy így. Valaki le fog szállni? Valaki le. Ez az. Na most aztán tényleg... gyorsan kéne vesztenem a sebességembe. Ó, már elfoglalják, ja. Király. Akkor viszont... fel az égbe. Megöttünk, ha minden igaz, jön egy bombázó. De lassú, nagyon lassú vagyok. Oh. Igen, az SPD nagyon szeretne leszállni, de nem sikerült neki. Spitfire. Ne, ez komolyan szembe tudsz valami jönni. Pusztulj meg. És a darabja nekem jött. Nem baj, megnyertük. Oké. Okay. Nem is volt rossz meccs így elsőre. Elég sok repülőt vesztettem hozzá, ezt meg kell hagyni. Na nem baj. Victory is ours. Na, kétszer szorzó megvan a lamcsikkal, nem is volt rossz ráadásul. Ó, oh, nézzük a korszalán, neki dolgok ki tudtam fejleszteni. Határozottan ezt. Okay. És ha jól látom, akkor... te jó ég! 14 pont kéne az, hogy meglegyen a korszer.
Épp, hogy egy picivel voltam vissza. Azt a mindenit. Csúnya. Ja, majd van a bazuka. Így, ne, majd nézzük, működik-e rendesen a stream. Igen, ahogy mondtam, tehát nem volt bejelentés, mert ez hirtelen jött ötlet volt, most játszok, és akkor mondtam, akkor meg is mutathatom ennyiből. Most már elég régen volt stream, mindig úgy alakult, hogy nem sikerült összehozni. És ezért úgy gondoltam, hogy most egyszerűen csak, hogyha úgyis játszok, akkor nézhetitek is akár. Ha nézzük meg ugyanezt a japánokkal, zéróval fogunk menni. Reméljük, hogy sokáig élünk vele. Aztán itt van a kis két éltű zéró, úgymond. A kis kacsa. És ezen kívül van a két darab Ki-61-es, a Kó és az Ocu. És a Ki-45-ös a maga 37 mm-es gépágyújával a nehéz vadász. Ezekkel fogunk menni, és hát benn van egy bombázó is, mert most beraktam mindenhova egy-egy bombázót, de ha tehetem, akkor nem használom. Az igazság, hogy nagyon nem élvezem a bombázóval való játékot egyelőre. Néha meg lehet nyerni vele egy meccset, pusztán azzal, hogy az ember behoz egy bombázót, lenyom két földi célpontot, és azzal megnyerjük a meccset. Ez pedig jó. Na, top of the world. Reméljük hasonló szerencsénk lesz az előző meccsben. Nem mondom, hogy mindig szerencsénk volt, mert kétszer nekünk jöttek, de meg én is elbéláztam egy-két dolgot, de ezért nem volt rossz. Egyébként az új patchben, a legutóbbiban, egy kicsit csökkentették annak az esélyét, hogy a pilótát kilövik, és csökkentették a pilóta méretét gyakorlatilag, így kb. 20%-kal. Így átlagosan talán nagyjából kevesebb esély van arra, hogy kilövitek a pilótát, illetve hogy a ti pilótátokat lövik ki. Ami kellemetlen, mert én mostanában arra specializálódtam, hogy a pilótákat lövöldöztem. Már egészen kezdtem belejönni, de most kisebb esélyem lesz rá. Mondjuk legalább keményebben kell dolgoznom. Nézzük, vannak-e bombázóik. Aha, van egy B-25-ös, egy B-2, AR-2, oké, okay. Akkor emelkedünk egy kicsit. Ugyanis a Zero-n van egy 20 mm-es gépágyú, ami... És itt nem is tudom, hogy egy vagy kettő, hiszem egy. Mindenesetre nem, kettő talán. Hú, ezt meg kell néznem. Nem tudom. Na mindegy, a 100 mm-es, igen, 20 mm-es gépágyú 120 lövedékkel, ami nem túl sok. Ez egy irtozatosan erős, úgy tapasztaltam. Tehát, ha valamit eltalálunk vele, akkor a Zero az oda teszi magát rendesen. Ketté lehet szállni valamit, viszont tényleg nagyon hamar ki lehet fogyni, erre vigyázni kell. Ugye a Zero-k, egyébként ezt Ryzen-nek hívják a játékban, ez volt a japán megnevezése a Zero-knak. Ott az AR2-es, de senkit ne zavarja meg, a minden, ami Ryzen-ként, Ryzen-ként szerepel a játékban, az valójában egy japán Zero. Itt egy Cobra, itt egy AR2-es, megy rá valaki? Aha, P36-os. Ez a Cobra-ban nem szeretnék nagyon kötözködni, viszont ezt a SB2-es meg annál inkább szeretném megnézni. És most nem férek hozzá a HS111-es, ez az még jobb célpont lenne nekem. Azt a Cobra nagyon közel jön. Szintén remélem, hogy valaki másra fog ráugrani. Le tudom fordulni, de az, amikor az elején nekem jön, akkor az fájdalmas lehet. Azt hiszem, hogy nincs más választásom, mint... Aha, igen. Itt jön. Itt jön. És reménykedjünk, hogy 37 mm-es, az esély nem túl. Úgy. Igen, neked annyi. Kértem, hogy le tudsz fordulni egy zérót, ha csak nem jössz nekem, igaz? Jó, bírja. Nem lőttem valami jól. Másik irányba fordulunk, oké. Hát tényleg megpróbálom mindent, most elkeveszem az összes megszerzett energiámat arra, hogy ezt a srácot elkapjam. Gyorsabb nálam, azt meg kell adni. Na. Igyezünk, hogy nagyon kevés lőszerem van, és bevisz a haverjai közé. Fel nem egette. Össze-vissza rángatja, amit egyébként nem lehetne egy valós géppel megcsinálni, de ő azért megjátsza itt egérrel. Eljönnek. Gyorsabb, sokkal gyorsabb, mint olyan. Megfelelően lelő a B-25-est. Neki ment. Mi lő rám, ugye egyébként? Ez érdekelne. Ja, de hülye vagyok, te jó ég, valaki stealth-lőszerrel lövöldöz rám, most hittem rá. Nem túl hatékonyan, de lövöldözött rám elég keményen, és itt van valahol felettem. Hol vagy? Ah, igen, már látom, és ez egy P-36-os. Azt a mindenit, most nem tudom legyorsulni, mivel... Szétlőtt. Azt a mindenit, de azt hittem hirtelen, hogy csak a földi...
Ágyuk lőnek rám. Egyszer nem tudom legyorsulni sajnos, képtelen. Na, most talán túlment rajta. Wow! Hát így elvesztem az éromat. Ez szörnyű volt. Ilyet nem csináltam már régóta. Na, és most meghaltam. Reménykedtem, hogy neki tudok menni talán. Bosszúból. De valami őszintén. Ez az. Hat darab lövedékem van. Mögé tudnék kerülni, de hamarosan meghal a motorom. Ez igazság. Ez nagyon béna volt tőle, hogy felhúzta így. Egy kicsit erős. Igen. 7 mm-es emelésre tudok tenni egy kicsit azért. 6 másodperc van, ezt újra ágyom. Ha nem hal meg a motorom addig, akkor utolérem. Előbb-utóbb. Előbb vagy utóbb. De gyorsan fordult, jó ég. Én vagyok egy kicsit megsérülve, úgy érzem, az a baj. Így ne, és most oldalra. Úgy. Itt a haverja is. Megint elkaptam. Megjöttek a haverja is segíteni neki sajnos. Ezt most megölhettem volna. Nagyon elbénáztam. Nem akarom. Lesz neked kritikus. Fél gépem hiányzik már. Ő is le fog menni egyébként hamarosan. Na látjátok, ezért jó a szeretőszer, mert az ilyen kis oktomlikat, mint én, meg lehet vele lepni, és nem vettem észre, hogy mögöttem van. Annyira Cobblerre koncentráltam, hogy nem vettem észre, hogy hátulról lőnek. Na hát, ez csúnya volt. Szóval nem lesz a jó meccsünk, mint az előbb. Kellemetlen. Ez remélem, hogy valamennyire sikerült elkapnom azt a T-36-os, mert kritikus kapott. TBF. Ezzel a géppel egy TBF ellen, az múl is lesz. Túl magasan van. Aha, mondtam. Mondtam, hogy csak időkérdése, hogy meghalljon az a P-36-os. Ho! Zuhan. Aztán. Hát ez jó. Szoktam. Sokkal gyorsabb, mint én. Visszarakjuk a normál flapsöket, hogy gyorsabban tudjam követni. Szóval nem emelkedik. Aha, most elhúzta jobbra. Ledobta a bombáit sajnos. Már is nem értem el a célomat. Aha. Ugye azon kell a hátsó lövészére, nagyon kemény tud lenni. És ez a gép nagyon gyorsan fordul, úgyhogy szinte... Az Avenger majdnem olyan, mint egy vadász egyébként, sok szempontból. Hátsó lövészre el fog kapni így. Így van. Attól féltem pontosan. Ő is erre számított különben, nem akarok neki menni. Le van lassulva, szándékosan csinálja, egész ügyes. Most megvagy. Nem, hogy fel tudom gyújtani, mielőtt elkap a lövésze. Kritikus. Lángolj. Miből van ez a srác? Ezt a mindenit. Gyorsabb, mint én sokkal. És valami nem tudom eltalálni. Aha, meg fog állni a motorja, jól látom. Így van, megállt a motorja. Sikerül felgyújtanom még. Jó. Ledobta a bombáit. Azért nem akarom, hogy az a Spitfire megölje. Képesek ilyenkor. Normál esetben ilyenkor már az enyém lenne a kill, de hát természetesen most jönnek és lemészárolják. Egy P-shooter. 8, 7, 6, 5. Neki fog menni, azt itt. Ja, az is lesz a remélem, ember halljál már meg. És ez az most lángol végre legalább. Ez az, meg volt. Ott van még egy hasonló, de rengetegen vannak alattam, ez nem egy életbiztosítás, itt úgy érzem. Nézzük csak. Hárman vannak egy emberünkön. Most már négyen vannak rajta. Azt hiszem, hogy ez... egy csúnya vége lesz itt. Ja, és fölöttük vagyunk, bázisuk fölött vagyunk. Na jó. Legalább megyünk egy másik géppel. Hősködjünk egy kicsit. PF-109, ezt sose lövöm le.
Német gépek nem túl jól fordulnak, viszont elképesztő módon sokat bírnak, úgy tapasztaltam. Mi van itt? Te jó ég. Az kemény. Sikerül felgyújtanom. Jaj, meg egy TBF. Nem akarom. Miért? Miért pont téged találtalak meg? Ajaj, hiszen valaki megtalált engem is. Igen, Spitfire megtalált bennünket. Bye bye. És ez a teljesítmény mindig én vagyok az első, ez múl is. Na, hősködjünk, hozzuk be a 37 millis gép hátyút. Hát vagy. Azt mondja, hogy... Van bombázóik bőven, szerintem ott szemben az egy D25-ös lesz. Nem? Nem? Nagyon messze van és nagyon magasan. Igen, ott egy SB. Azzal nem foglalkozunk, egyszerűen túl magasan van nekem egyelőre. És ahogy elnézem, vannak rajta. Egy I-16-os. Okay. Mindig magasan van, de igen, az jó célpontot nekünk. Fú, mindig 5 kilométer. Ezért nem szeretem a bombázókat, mert folyamatos magasra repkednek abban. Az egyetlen védelmük, úgymond. Azon kívül, hogy néha elképesztő mákosan tudnak lőni a hátsó lövészükkel, az, hogy egyszerűen magasra mennek, és... A legtöbb ember egyszerűen nem hajlandó olyan magasra felmenni, hogy utolérje őket. Na most ez egy kicsit... húzós lesz, ugyanis... Túl lassú vagyok ahhoz, hogy utolérje... megvan. Éppen zuhan. Egy észrevett és zuhanni kezdett, ezt elbénáztam sajnos. Sajnos a másik oldalra ment le és... Ja igen, mögém került, mert ez egy Avenger. Na persze, de ilyet én is tudok ám öreg. Trükkös. Ezek a gépek képesek gyakorlatilag vadászként repülni. Megpróbálom mögém kerülni, és ez 12 mm-es gépágyuk vannak rajta, hiszem kettő. Nagyon sajtom. Így ezt most elbénáztam. Így né. Sajnos nem fogok tudni vele felvenni a versenyt, gyorsabban fordul, mint én. Ami mulatságos. Így né. És megpróbálunk egy trükkös manővert csinálni, és egyszer aláfordulni. Rengeteg energiát vesztek ezzel a manőverrel. De az előnye az az, hogy előbb-utóbb mögé fogok kerülni. Nem volt elég jó. Az övésem, most egy kicsit lassítunk, és... Ő is ügyesen csinálja. Ez lehet, hogy ugyanaz a srác, mint az előző is. Most azon nagyon sok energiát kellett, hogy veszítsen. Így van. Úgy. Ez jó, ez tetszik. Srác ügyes. De most megveszel. Csak egy kis szerencse kell. Megvan, kritikus. Ez az. Nem emlékszem, ez lelassította egy kicsit. Na, most már nem fogsz megugrani. Hát, rángatja, fenébe. Nem egyszerű manőverezni ezzel a géppel. Mit kibír? Elképesztő. Le akar lassítani. Aha. Már csak 4 lövedékem van. És kifagytam. Na most szépen megyünk utána. Nem semmi, mit kibír ez az Avenger. Ilyet én is tudok el, milyen forgásokat öreg. Már csak 20 másodpercig élsz. És itt a P4-szeres, aki megpróbálja befejezni azt, amit én elkezdtem. Szép lassan vége a meccsnek. Gyorsítanom kell. Ne, le fogja dönni a P4-szeres. De milyen szép kis manővereket csináltunk. Nehogy már engem lőjre öreg, azért észnél így. Nyugi. Nyugi! Nem akarok neki menni. Nem akarok, hogy a P4-es megszerezze, az sem az igazság. Isten szerelmére ember, nyugi már!
Elképesztő ez a srác. Ketten is. De hárman egyre jobb. Ez csúcs. Ez nagyon csúcs. És vége is persze 9 asszisztet kapta. Ez nagyon jó volt. Egyszerűen tudtam leszedni. Ezek a TVC-k, ezek kemények. TV effekt? Mik ezek? Mi volt ez? És nagyon közel, ez a meccs ez nagyon szoros még mindig. Bombázóikon fog múlni a dolog. Próbáljuk benézni ezt az SB-et. SB2 Mnet. Zuhan. Mit szeretne? Ja igen, ez butaság, azzal nem tud mit kezdeni, ez a bázisunk. Speedfire, tudod, hogy másik SB. Mit akarnak ezek? Azt mondom, hogy 12 pont mindjárt megnyerjük. Hol a másik? Ah, közben. Tartottam a le fogja bombázni a BM-109-est. Nem? Nem. Lefúzzuk. Nem. Sem. Ez nem sok értelme volt, amit most csinálsz. Ez igazság. Ah. Te is alá fordult. Zuhan. Meg egy kill assist. Nem akarok meghalni. Nem zuhan le még mindig. Előbb-utóbb valaki neki fog menni, vagy valami ilyesben. Magus. Még betöltünk. Még mindig nem nyertünk. Mindig van 12 pontjuk. Úris. Egy PBY. Na, az jó bírja. De legalább elképesztően lassú és könnyű eltalálni, nem úgy, mint az eddigieket. De nem felénk jön. Wow, ez mi? Ja, a másik SB. Oké. Okay. Na, benézzük magunknak azt a PBY-t, meg kell mögé kerülni. Hát, azon lesz. Oké, okay. Akkor menjünk szemben. Megpróbál elfordulni. Nagyon lassú. Ez. Ez is megvolt. Ejjjj. Kobrával már nem fogok elbírni ilyen könnyen. Pont szembe jön természetesen. Uff, és meghaltam. És ő is meghalt, zseniális. De jól néz ki. Oké. Okay. Ez nagy hiba volt. De hülye vagyok. Te jó ég. Ez nagy bénaság volt a részemről. Be kellene hoznom azt az egy kis bombázómat és lenyomni valami földi célpontot. Mérges vagyok magamra. Nem figyeltem oda, mit csinálok. Alig van gépük különben, és mindenki arra megy, hogy mindenkit megöljünk. Közben ők megölnek kb. Mennyit, két földi célpontot, meg még valamit, és vége a meccsnek. Valahol még van egy... Azon kívül még bombázójuk. Még legalább egy. Ott van a B-25-ös. Itt a MiG-3-os, mi sokan vannak egyébként a meccsben, szerintem nem... Jó dolog, a csapatunk csinál. P38-as ez jó célpont, mert lassú. Csak elé nem szabad kerülni. Valaki végre ledobhatna egy bombát valamelyik földi célpontjuk és vége lenne a meccsnek. Ruha, itt most nagy bunyó lesz. Úgy érzem. Bizony. Most kitör a harmadik világháború hirtelen. Még egyszer utoljára, és én leszek az elején. Ne, nem szeretek az első sorban lenni, amikor ennek az ellenfelek. A B-25-es tök jó lenne elkapni, de sajnos a Spitfire... Ezt nagyon elbénáztam. Azt hittem, hogy vannak még itt társaim, de helyett
Én leszek itt az elsődleges célpont. Én... Ja, azon nincsen. Lapsz, sajnos a Spitfire-t nem fogom tudni lefordulni, vagy mégis? Szegény Spiti. Nagyon meglepődött, hogy milyen gyorsan fordul ez a kis vacak. Pusztulj macsak. Ajaj, valaki rajtam van. Ennek annyi, de én nekem is az érzésem. Ó, oh, azt hiszem már nem fordulok el. De nem ám. Már most behozzuk azt az egy bombázót. Értem, hogy játszottam vele, de most kipróbáljuk. Na, van egy földi célpont, ott. Hajrá. Azon nincs is géppuska. Az SBM-et növi a Spitfire, előbb-utóbb majd csak meg lesz. Kinni 212 pont. A 6 darab bombám, valamelyikkel csak eltalálunk egy közepes tankot, vagy valamit. Szóval pont jó lesz nekünk. Ezek az SBM-ek nagyon jól bírják. Egészen, hogy mit kibírnak. Hiszen 2 kilométerre vagyunk attól a közepes tanktól, a jó ég. És mind a 6 bombát mellé dobom, az össze nagyon muris. Uh-oh. Lehet, hogy kicsit magasabban kéne repülnöm, rengeteg ellenfél van ott. Úgyhogy az egyik light... Ah, megnyertük, oké. Okay. Valaki valószínűleg neki ment egy földi célpontnak, vagy ilyesmi. Na most egy pillanat. Adásszünet, amíg leveszem a púcsimat, mert nagyon meleg van itt. He? Nem a japánokkal mentünk, hogy kerül ide egy kobra? Mi a fene? Érdekes, ez az előző meccsben volt. Oké. Nem kell. Oké. Na mindest, hogy nyertünk. Ez is már valami. Aha. Oké. Na, menjünk egyet az oroszokkal. Miközben a kettesekkel az oroszoknál konkrétan már ki van fejlesztve rengeteg hármas gépem, és mentem is már jó párat a hármasokkal, de most a kettesekkel megyünk talán azért, mert még nem ment, azt mondom, hogy még nem került fel oroszokkal a visszajátszás, nagyon lehet ilyen még videó inkább. Ki tudja, talán lesz egy jó meccsünk. De az igazság, hogy a ketteseket egyre jobban élvezem. A nagyok, a jakkok, a jak-9-esek, ezek ilyen 45 mm-es. Ó, oh, nem. Az első egy 37 mm-es géppuska van, illetve gépágyú van, a második, ami egy 45-ös, ezt most fejlesztem ki. És már a 37-es is annyira pontatlan, hogy félelmetes mondjuk egy kobrához képest, nem is értem, hogy miért. Viszont az I-185-ös meg az LA-k, azok nagyon jók, szerintem. Most egyelőre a kettesekkel megyünk, amik pedig a JAK 7, a JAK 1, meg az LA-5-ös. És hozunk egy halálcsillagot, az IL-2-est is. Aha. Oké, okay. Ez így jó is. És még csak ennél is, hogy a kevesebbet beszélek, vagy nem túl értelmes, amit mondok, mert olyan nagyon fáradt vagyok, kicsit keveset sikerült aludni múlt éjjel. De most van időm, és gondoltam, akkor így már akár játszhatok is. Ez néha megmagyarázza a kicsit hülye döntéseimet is, például amikor bemegyek 5 gép közé. De általában nem szoktam csinálni. De egyelőre még működött, még mindig viszonylag jó pozíciót foglaltunk el a ranglistán. Melyik kobra? Még több kobra. Lightning. Na, úgy tűnik, hogy nem nagyon jönnek bombázók, pedig ezzel a géppel nem születek bombázók lövöldözni. Van egy H111-es. Kimenjünk egy kicsit oldalra is fel, mert az ELA... Az ELA nagyon tud emelkedni. És van egy 220 mm-es, amik határozottan jók.
és megnézzük, hogy megtaláljuk ezt a két darab bombázót. Ha igen, akkor rájuk elmegyünk. Egyébként van nálam két bomba is, amit jó lenne ledobni valahova oda. Igaz, nem is találok ezt semmi, de hát ha mégis. Aha. Nagyon benne vannak a társaik között, sajnos. 38. Látom a helyet 112, de ott van a csomó fighter között. Ott ilyen. Ebből baj lesz. Csak így nagyjából ledobjuk, és aztán megyünk is. A 112-t írtani. Reméljük, hogy nem jön mögöttem senki túl közel, így van. Nagyon jó. És emelkedik. Mi a fene? És elfordul. Ja, hogy ez egy... De ki vagyok? De miért célzok így be valamit, amikor rájöttem, hogy ez nem egy bombázó, a másik helyet kerestem, és ez egy egyszerű vadász, és vagy második szintű. Úgyhogy egész jól bírja még mindig a lövéseimet, az igazság. És rengeteg magasságot veszek, na jó, oké. Hadd menjen. Valószínűleg megállt a motorja, jól láttam. Nem foglalkozunk vele tovább. Hogy valaki lelövi. Menjünk magasabbra. A HE-111-et kerestem, nem ezt a HE-112-est. Lak 3. Ott egy Blenheim. Földi célpontjainkat akarja, egy Dora megy rá. Vagy egy DO-217-es. Meg az a 112-es, akit az előbb kicsit megdolgáltam itt, de nem volt elég úgy tűnik, úgyhogy... Azt hittem, hogy le fog zuhanni, hogy őszinte legyek, de mi jó bírja. Próbáljuk még egyszer. Oké. Okay. Társam úgy döntött, hogy belém fordul. És kaptam egy kilaszisztot. Ez egy jó kezdődő meccs megint csak. Próbáljuk meg ezt. Tényleg fáradt vagyok, elnézem a H111-est a H112-esnek. U88 rajta egy... Ez jó, olyan mint egy TB, mint a két bombázó egymás körül körözve, de valójában nem. Na, már zuhan sajnos. Francba. Szépen tudom, hogy a bázis srác. Meg mögé kerülni. És most nem vagyok elég gyors hozzá. Tartjuk a magasságot, inkább megvárom, most nem is ledobja a bombáit. Amikor felhúzza majd. Nem van most. Egy Wellington, az is jó lenne, szóval hamarosan ő is zuhanni kezd. Mégis nézzük, ahol már zuhan is jó. Oké. Okay. Felhúztam. Ez lehet, hogy túl magasan van nekünk. Egy másik U88-as. Mindkettőknek, hát illetve a U88-asnak legalább zuhanni kell előbb utóbb ahhoz, hogy eltalálja a földi célpontjainkat. Wellington túl magasan van. Mit csinál a 88? És lehet 2 kilométerre magasabban van, mint kéne nekem. Sajnos nem vagyok elég gyors. Itt van egy Blenheim, jó, akkor a Blenheimre megyünk. Aztán meglátjuk, mi lesz. Ez azt jelenti, hogy két bombázó bázisunk fölött van. Az igazság, hogy már jó párszor elmondtam, hogy az arcade meccseket a bombázók nyerik meg, ezzel is próbálom őket annyira levadászni. Hát inkább bombákkal lehet megnyerni egy meccset.
rendesen. De kritikus nem volt köztem. Jó bírja. Ez milyen gyorsan ment át. Hatalmas energiája volt. Ez az. Ez is meghalt. Kilőttük a pilótát. Úgy tűnik azért még annyira nem nehéz kilőni a pilótát. Ott egy... Ott a Bowfighter. Meg az I-15-ös. Az lángol, aztán már meg lesz. Oké. Okay. Bowfighter fordul, és pont szembe fog jönni velem. Nem, elfordult. Mégis. Megint csak nem kellene bezúvolnom. Alatt a 12 millis. Kritikus. Saját társadalom is lőnek persze. Na, húzzunk el innen. Még betölt az ágyunk. Bowfighterek igen jobb írják, ezt meg kell egy kicsit. Újabb kritikus. És filaszuszt, oké. Okay. Lényeg az, hogy lent van a srác. P400-as is lent van. Itt mondjuk, hogy elég simán nyerünk. Itt van egy Wellington. És most még mindig túl magasan van. De a hurikán leszette, oké, okay, semmi gond. Rengeteg bombázó fal jöttek be megint csak. Én szerintem az új patchben egy picit gyengítettek a bombázókon. Kevesebb RP-t kapnak, azt hiszem. Bár nem tudom, hogy Arcade-ban is igaz-e. De így is nagyon sok ember próbálkozik, illetve végre megcsinálták azt, hogy harmadik szintű meccsekben eddig a JR-2-esekkel, az orosz bombázókkal egyszerűen csak rá kellett zuhanni a bázisunkra, ugye, tehát az NFL bázisára, és gyakorlatilag 2 perc alatt meg lehetett nyerni egy meccset. Mert gyakorlatilag 3 bombázó egy bombázással elintézte a bázist, ami elég buta egy dolog volt szerintem. Ez most elment alattam, de hogyha fel tud gyorsulni. És előbb-utóbb zuhanni fog. Így van. Nem. Igen, zuhan és sem, és ő nehezebb, mint én, tehát gyorsabb is lesz a fenébe. Le fogja dobni mindenképpen. Ha csak a P4-es meg nem tudja állítani, de szerintem lefele nem tudja. Próbálja. Egész jó próbálja, ami azt illeti. Szerintem igen, becsapódott. Ügyes. Szuper. Nagyon jó, vannak jó játékosok is. Csak mindent csináltunk ebben a meccsben. Tehát addig nagyon sokan azt csináltak, hogy bejöttek mondjuk 3-4 haver, hozták a JR-2-eseiket, rázuhantak a bázisra, mondjuk a 4-ből egyet elvesztettek menet közben, hogyha valaki felfedezte, hogy mit akarnak csinálni, vagy rájött. De a 3 átjutott, ledobták a bombáikat és megnyerték a meccset gyakorlatilag, és most egy kicsit megnövelték a bázisok életerőpontját, így most nehezebb gyorsan nyerni. És remélem még eddig nem láttam élőben a dolgot. Majd mindjárt megyünk egyet a britekkel, a harmadik szintű gépeimmel, és akkor kiderül, hogy igaza. De nem, hogy nem akarnak azok a Spitfire-ek ráfordulni. Ezt a B-25-ös szeretném egy kicsit itt megállítani. Nagyon szeretném szétbombázni a földi célpontjainkat. Van itt egy BF is, aki segíteni akar nekem. Elmegyünk alatta, így, és elfordulunk oldalra, mert vannak rajta nagyon komoly ágyuk elől. Nem akarom, hogy bepróbálkozzon, és le kéne lassulnunk egy kicsit. Juhú! Így, ne. Ez a célom, hogy mögé kerüljek. Úgy, hogy alá, az még jobb lenne. Felébe már csak 12 milliseim vannak, így megint 9-es lesz. Felforosítak az ágyunk. Ah, oké, valaki próbálik a másik motort is kiszedni. Egy jó hatásfokkal. Ki lesz ezt, oké. Sok olaj ment rám. És kicsit a szárnyamat is megdolgozta. Olajuk. Nincs is. Mindig nem nyertünk. Kicsit sok volt már a kilaszuszból, van neki nevelni. Menjünk egy kicsit vadászatra. Oké, például azt a BF-109-eset. Hú, itt nagy bunyó van. Ki 61... Mit szeressünk? Ki 71 egy jakkon van. Ó, Bowfighter lemészárolta, oké, mivel nem foglalkozunk. A BF-et le kéne szedni a Bowfighterről. Vagy a Bowfightet kéne leszedni a BF-ről, mindjárt kiderül.
Hoppá. Azt hittem, hogy meg a fordulóra. Oké. Combat flaps. De mert a BF nem tud olyan gyorsan fordulni, mint én közel sem. De ez lesz. Ezek itt viszont sokan vannak. Nem fordultam elég gyorsan. Ojoj. Kezdek kifogyni sajnos. Még egyet talán meg tudok egy kicsit cirógatni mielőtt. Nem lefele. De lefele. Nyertünk. Másodikak lettünk. Oké. Na hát az oroszokból összesen két gépet tudtunk egyelőre megnézni. Jak 3. Oké. Lehet, hogy vissza kéne tennem a fejlesztést mégis inkább a Jak 9-esre. Csak meg ki akarom próbálni ezt a 45mm-es ágyút. Ez mégis csak múlis. 45mm-es ágyúban még nem lőttem soha. Egy 45mm-esre elméletre ki lehet lőni mondjuk pillboxokat is. Mint mondjuk egy Tempesttel. Nem tudom, tudjátok-e, de mondjuk például Enteknek vannak ilyen videói, ahol mindjárt mutatom a briteknél. Igen, itt voltam. Tehát a Tempestekkel ki lehet lőni nagyon komoly földi célpontokat. Ez nem az a Tempest, a másik Tempest. Ezzel a 47 mm-sel, így van. Tehát ezek a 47 mm-es gépágyuk vannak 72 lőszerrel, és egyszer csak egy realisztikus csatába bemennek 2-3-an, és elkezdik lőni a pillboxokat, illetve a földi célpontokat, és ezzel pusztán lehet nyerni, hogyha békén hagyják őket. Nagyon mulatságos, mert egy sorozat, tehát egy kettes lövés, gyakorlatilag két lövedék, az kinyom egy pillboxot. És akkor így akár 36 földi célpontot is ki lehet lőni egy géppel, hogyha ügyesek vagyunk. Na, szóval kíváncsi vagyok, hogy ezt meg lehet csinálni vajon a jakkokkal is. Na nézzük csak a briteknél, hogy látjátok, már a negyedik szintűeket fejlesztem most éppen, és a harmadik szintűek azok elég jól ki vannak fejlesztve, megvan konkrétan ez, a Typhoon MK1B, ugye megvan ennek a prémium változata is, és van a Spitfire közül ez, és azt hiszem, hogy az MK9-es is megvan. A Bowfighterek közül pedig csak a 10-es van meg, az MK21-es nincs. Most egyelőre a Spitfire F MKX6, igen, tehát a 16-ost. Akarok kifejleszteni, fáradt vagyok. Oké. Na nézzük egy harmadik szintű meccset, hogy működik a dolog. Alpine Meadows. Nem is tudom. Kezdjük a keményt, srácszal, a Spitfire MK9-essel. Ez az nyilván jobb, mint a másik, az MK5, hogy ennek 240 lőszere van, nem pedig csak 120. És ezek a gépágyuk félelmetesen erősek egyébként. Na, ott vannak ezek a bizonyos jerek, úgyhogy jervadászatra megyünk. Jertek, öljünk egy-két jert. A gyerek egyébként azért nagyon jók erre a bázisrombolós taktikára, mert jóval nagyobb az összbomba terhük, mint bármi más gépnek. Ez sokan egyébként a fórumokon nagyon mérgesek ez miatt, mert elméletileg egy B-17-esnek jóval többet kéne bírnia. A gyerekből meg ráadásul alig építettek párat, még a B-17-esből rengeteg volt ugye a háborúban, hiszen az Allies-nak, mi ez magyarul, igen, tehát a szövetségeseknek, jól tudok magyarul, tehát a szövetségeseknek a jelentős részét, illetve a szövetséges bombázók jelentős részét a B-17-esek adták a vége felé a háborúnak. És ott a JR-2-esünk. És ezért mégiscsak egy B-17-esnek kéne történelmileg hitelesnek lennie, igaz? De csak egyébként nem így van. Ajaj, nagyon, nagyon szeretni fognak engem hamarosan, úgy érzem. Én akkor is ezt a JR-2-eset akarom. Így van, gyere csak, gyere babám, gyere. Ugye barátkozunk, már le is dobta a célpont. Nem dobta le? Hú, ez mekkora ugrott. És lag. Gyere csak, gyere. Úgy, valaki már lövi. Ez egy Jak 9-es. Bam. Ledarállak.
De ja, 9-es, az Isten szerelmére ember. Na jó, jó fejleszek és hagyom, próbálkozz. Aztán ha nem sikerül, akkor én leszek a következő. És csak így kell csinálni. Vagy nem. Pusztuljál meg. Ez az. Szuper. Nem mondom, hogy jól lőttem, de legalább meg volt. Azt mondja, hogy... Szeretem. Elfelejtettem, hogy itt nincsenek combat flexek. X5F, mi? X5F, ez lenne az új... Ez milyen gép? Igen, ez van premium. Ja, ez az, amit meg lehetett kapni most. Hogyha az ember megcsináltam missziókat, de... Nem volt rá időm. És ott kaptam egy kill assistot. És ott egy B25, és túl magasan nekem, bőven túl magasan. Itt egy újabb X5F5, mi a fene? Ezek itt tömegesen közlekednek. És neki ment valaki. Azt hittem neki megy még egy. Ekkora lett volna, hogyha King Cobra is neki megy a hullának. De nem így történt. Van még jó pár bombázó, de én túl alacsonyan vagyok most. Ott van még egy! Én is akarok egyet! Én is! Öljük meg az X5... mi ez? XF5F-et? Teljesen magyar balett neve van. Csak nehéz kiejteni. Ez lehetne ilyen ivászatos játéknak is a része, tehát hívjunk meg egy-két felest, és utána próbáljuk kiejteni a War Thunder-es gépeknek a nevét. Lehet, hogy meg is ittam egyet-kettőt, de nem, egyébként nem. Kár, lehet, hogy jobban menne különben, mint így fáradtan. Ajaj, ott egy Thunderbolt. Egyébként ez múl is lehet, mivel gondolva. Azt hiszem, hogy csúnya véget fog érni, hogyha az a Thunderbolt engem akar magának, de tűnik, hogy nem engem akar. Úgyhogy... Kicsit alá lőttem, úgy érzem. Jaj, mindig elfelejtem, hogy nincsen flaps. Előbb-utóbb elfordulsz oldalra, és akkor utol érlek. Ez itt pillboxot akart magának, vagy mit? Foke wolf, rajta van. Oh. Kapott rendesen. Remélem nem jön belém átudatásom. Oké, kill assist. Foke wolf egy kicsit keményebb ágyúkkal rendelkezik, mint én. Pedig az enyémek se rosszak, de... Valami esőgye, hogy elég magas szintű meccsbe vagyunk. Na, nem, ez csak hármasnak tűnik. És a diobének vagyunk. A motorom egy picit rózsaszín, de nem vészesen. BF-109-es. Hol van a csata? Mellékesen. A fokevúf közök nekem jó célpontok. Mert nem túl jól fordulnak, bár nagy a tűzerejük. Az érség, az ellenfél gépei elég gyorsan hullanak. Tűnik. 102-es, ez a... Ah, tudom, ez a 43-as után a 3-as szintű nehéz vadász a japcsiknek, azt hiszem. Mi azt jelenti, hogy jó nagy ágyú van rajta. Junkers, nem akarok belemenni a közepébe megint a dolgoknak. Az ott egy R2-es, hoho, jár ide! Téged akarnak megint. Utálom a R2-eseket. Roger that. Ez ugyanaz a srác lehet, vajon behozott még egyet? Hiszen van belőlük több R2-esekből, tehát nem csak egy gép van, hanem több, azt mondtam 3 vagy 4 is. Velem vagy biztos. Ja, 9-es van rajta, kíváncsi vagyok melyik vajon, a 37-es vagy a 45-ös. Ez van mindegy, mert ahogy elnézem egyelőre még a R2 jól bírja, és előbb ki fog fogyni a jak. Így van, R2 szépen bírja a dolgokat. 6, 5, és bum. Ah, ne gyere be, elém megint. Oké, fiam. Ez az, neki ment. Kicsit kill assist. Ó, te jó ég, és piros lett a motorom. És őszintén szóval visszamehetnék leszállni. De. Annyira nem ragaszkodok ez a géphez. Próbálj meg valamit még megtalálni. Hol vannak az ellenfelek?
talán még kibír egy küzdelmet. És talán behozok egy másik gépet. Oh, ennyi volt. Oké. Okay. Jó. Akkor kiugrunk. Megadjuk a jelkettesnek az örömet, hogy... Ah, jó, láttam, hogy B17-es volt meg. Hú, ez jó lesz. Behozom a Typhoon MK1-et. De nem sikerül egy-két bombázót találni magamnak. Még bánthatok. Ez a gép félelmetes 4 darab 20 mm-es gépágyú, láthatjátok a terelőket. Viszont... És ott van még egy... Ez a harmadik érkezését hozza be, mi a fene? De tehát nem túl jól fordul ez a gép igaziból, tehát kicsit olyan nehéz vadászos a fordulási sebessége. Úgyhogy... Jó kell vele célhoz. Le fogom dobni a bombáimat az igazság, mert... Nincs kedvem most bombázni. De ezt a érkezést egyszerűen vonzanak. Ah, megint rajta vannak ketten. Sajnos. Na jó, hagyjuk. Mégiscsak inkább megyek rá, mert a Spitfire-ra nem akarok kötözködni. Meg tudják szedni? Az előzőkből kiindulva nem. Kobra, mindenki rajta van. Nagyon könnyen nyerünk ebben a meccsben, és nem lesz túl jó statom. Még valaki ráment. És megint az lesz, hogy srác... Ah, oké. Okay. Ez az. 4 darab 20 méteresen nem lehet nagyon kötözködni. A Typhoon erre jó egyébként, tehát ez egy ilyen igazi boom and zoom gép, ahogy mondják. Tehát az ember oda megy, lelövi, és utána felszáll újra magasra. Hoppá, itt egy P63-as, és nekem nincsenek betöltve a gépágyúim, viszont csak nincs közel. És nem is felém jön még. Mit akar? Ah, vége a meccsnek. Oké. Okay. Ez nem volt a legjobb meccs sajnos britekkel, de látunk egy-két R2-est. Természetes környezetükben. Jó, kicsit fejlesztjük a Spitfire-unkat. Azt mondja, hogy... Ah, nézzük a covers. Entrance was all. Mit ad ez? Cover. Jó, maradjuk a covernél. Na, és akkor, ha jól sejtem, akkor már csak a németekkel maradt a kétszeres szorzó mára. Úgyhogy megpróbálkozunk velük, megmondom őszintén, de sok remény nem fűzök a dologhoz. Eddig még nem sikerült őket működésre bírnom különösebben. Amit csinálni fogunk, ez egyébként most 4 darab BF-109-es különböző változata, ez a leggyengébb, még az is többi, az 20 mm-re van már felvértezve. Ez, azt hiszem, hogy csak is kizárólag 4 darab 7,9-es van, ami semmit nem ér tapasztalataim szerint, de sok lőszer van benne. Amit csinálni fogunk az, hogy ez a gép azt mondja, nincs kifejlesztő, tehát itt mindegy. Kikapcsolom a stealth lőszert ott, ahol tudom. Jó, itt is ki van. Egyszerűen azért, mert még mindig nem szoktam megrendesen a német gépeknek az, hogy hogyan lőnek. Úgyhogy azt mondom, hogy átváltok földi célpontokra, illetve légi célpontokra. Így. És megpróbálom egy kicsit megszokni őket. Nagyon keveset játszok a németekkel, mert valahogy nem fekszenek nekem nagyon. Az igazság, hogy a BF-ek nem fordulnak túl jól, ezek ilyen boom and zoom gépek megint csak, és az egyetlen igazi előnyük, amit eddig éreztem velük, az, hogy nagyon jól bírják a lövéseket. Tehát sokszor tiszta fekete géppel még le tudtam szállni, és túléltem dolgokat, amit a legtöbb mondjuk brit géppel annyira nem tud elmondani magáról az ember. De ez egyetlen dolog, ami eddig tetszett bennük. Most megyünk a BF-109E3-mal. Még van két 20 mm-es gépágy olyan, de sajnos nem túl jók, és nagyon kevés lőszer is van bennük. Eddig valahogy... Tehát a brit 20 mm-esek, a hispánok azok félelmetesek. Ez nagyon-nagyon jók. Hol van a C? A C, oké. A japán 20 mm-esek szintén nagyon kegyetlenek. Szerintem az oroszok elé már nem vagyok úgy kibékülve, mindenki azt mondja, hogy ők a legjobbak, de hatalmas tűzgyorsaságuk van, ez igaz, de valahogy mégsem érzem azt az erőt, amit mondjuk a briteknél vagy a japánoknál. És a németeknél érzem a legkevésbé erősnek a 20 mm-eseket eddig, legalábbis amint ezek a BF-109-esek használnak, de az amcsiknál is teljesen ráéreztem egy idő után a
12 millisekre, pedig azért én utáltam őket, tehát lehet, hogy majd előbb-utóbb itt is javul a helyzet. X-5 F-5, ez azt jelenti, hogy hányas meccs ez? Skyrocket, ja, 9, ez egy 3-as meccs. Csodálatos. Egy BF-109-ese vagyok benne egy 3-as meccsben. Ez teljesen jó esélyem vannak a győzelemre. Kicsit hagyjuk őket. Egyébként nagyon jól emelkednek, azt meg kell hagyni, tehát az tényleg egy jó dolog bennük talán. Ezt még el lehet mondani. Ott egy Focke-Wulf, hogyha fölötte tudnék maradni. Az X-5 F. Zuhan, oké, okay, ezzel foglalkozunk. Megpróbáljuk ezt a Focke-Wulfot, közben figyelünk oldalra is. Lehet, hogy maradunk itt. Oh. A JAK-9-es bepróbálkozott. Basszus! Na, ennyit élek a német gépekkel. Egy darab 37 vagy 45, azt hiszem ez a 45. Igen, egy darab 45 mm-es lövedék eltalált és végünk is volt. Csodálatos. Ez egy csodálatos becsúvat eddig. De én figyelmeztetem benneteket, abszolút nem tudok játszani a németekkel. Mindenki másról viszonylag jól el vagyok, de németekkel, áh. Igazából ez most csak a fáradtságom, amúgy nem figyeltem oldalra rendesen, csak részben. És nem vettem észre, hogy jön mögöttem a JAK. Még egy harmadik szintű gép volt egyébként. De sok esélye nem is volt. És valószínűleg le is fordult volna, ami vicces egyébként. De szerintem lefordult volna. Ezt megszerezzük magunknak a C-t. Hatalmas bunyó van. Fent egy Typhoon, egy Wellingtonunkat lövi. Őszintén szóval lehet, hogy egy Typhoon is lefordul, de szerintem a legjobb még mindig az, hogyha hú, megpróbálok oda felmenni. És a nagyfiúkra bízom a C visszafoglalását. Van egy... Ó, kettő is vannak. És most az ellenkező irányba mennek, tehát nem nagyon érem őket utal. Vicces módon nem is különösebben gyorsak ezek a német gépek. Igazából csak zuhanásban jók, mert nagyon tömegük és ezért nagyon jó zuhannak. Ami jól hangzik. De egyébként az egy előny, hogy egy gép jól tud zuhanni. Itt van az X-5 F. Nem mehetnék, mert ezeket úgyse érem utol. De itt mindjárt megint akkora bunyó lesz, hogy... Te jó ég. Hol vannak a miénk? Ó, oh, kicsit távolabb. Akkor ezt a csatát itt elvesztik alattam, úgy érzem. Bizony. Na, itt jön a Typhoon. BF-109 már visszajött. Mindjárt meglátjuk, hogy sikerül-e kikerülnöm az első lövését a Typhoonnak, és hogy utána le tudjuk-e fordulni. Egyébként kiderül. A Typhoon úgy forog körülbelül, mint egy ól. Disznó-ól. Ó, oh, te jó ég, azok a 20 mm-esek. És már megyünk is lefele. Uj! Így né. És utána most forgunk, mint a... Újra szar a levegőben, és reménykedünk, hogy jobban fordul a BF, mint a Typhoon, de nem vagyok róla meggyőződve. Eltaláltuk. Felgyújtottam! Wow! Mi a fene? Aj, fordulj már, édesfiam, fordulj! Kritikus, ez az... Hihetetlen! Az első lövésem! Teljes kapás lövés felgyújtotta. Mi a fene? Ez érdekes. Oké, okay. Ajándékolom, ne nézd a fogát. Hú, ez mit? Egy boomerang. Ne, most jöttem rá, ez nagyon gyorsan forog, azzal nem akarom kikezdeni. És elfoglaltuk a C-t. Miért van annyi gépük itt kint? Itt van ott egy másik Typhoon, nézzük, hogy őt is sikerül egy felgyújtani. Aha. Viszont meg egyedül van, ez jó. Az LA-5-es viszont nagyon közeleg. Ah, most bement a többiek közé, már is rosszabb a helyzet. Viszont emelkedik, ez nagyon buta megmozdulás. Ilyen éles szögben emelkedni. Ó, te jó ég. Ó, nem tudom. Oké, ezt elbénáztam, de csúnyán. Próbáljuk meg a... az L5-öst elkapni. Azt hiszem nagyon rossz ötlet egyébként, amit most csinálok, forduló harcba próbál bocsátkozni itt a... És ennyi volt a 20 mm-es, kiraszisztott Typhoonon. Egész jó forog viszont ez a gép így oldalra. Előbb-utóbb meg fogok valami hamar. Na, nem lövünk, mert a társam ott van, és ő az igazság, hogy értékesebb ítél, mert komolyabb géppel van. Ezt ebénáztam.
Kritikus. Még több kritikus. Meghalsz, és már rajtam is vannak. Meglátjuk, hogy mennyit bír ki ez a gép, talán majd a Spitfire leszedi rólam, reméljük. Az igazság, hogy le akartam szállni, de mivel rajtam van valaki, ezért nem nagyon tudok. Ányi volt. P63, király kobra. Egy számmal nagyobb ellenfél, mint amit én elviselni. Na, próbálj ki ezt az új gépemet. Ez a Typhoon lövés, ez király volt. Oké. Okay. A lagunk bekapcsolta a füstöt maga után. Bowfighter... CV mindig nincs elfoglalva. Ezt a meccset el fogjuk veszíteni, ez 100%-ig sajnos. Általában, hogyha olyan gépekkel vagyok, amivel nem tudok hozzátenni egy csatához, úgy tapasztaltam, hogy elveszítjük a meccset. Bowfighter ég, nem tudom, hogy érdemes egyáltalán foglalkoznom vele. Valószínűleg nem, mert a lakárom is rajta van. Már nem akarom elvenni tőle a kill-t. Véletlenül sem. Inkább megnézem magamnak azt a Junkers. Addig senki nem bánt. Az a baj, itt egy csomó olyan gép van, ami lazán túlemelkedik engem, tehát gyorsabban emelkedik, úgyhogy utol tud érni. A harmadik szinten. Ez a Kiszáz 2-es talán jó célpont lehet nekem, de... Nem biztos, hogy annyira szeretnék lemenni. Inkább maradok ezeknél a Junkersöknél, hogyha senki nem bánt. És még magasabbra menni. Wellington B-25-es, egy csomó bombázó, de ma már egy PF-109-es is. Felmegye meg. Wellington már zuhan, mivel nem foglalkozunk. Próbálkozunk a B-25-össel. Sikerülne előre egy kicsit meg... Ezt sem felejtem, hogy ennek hatalmas 12 millis gépágyúi vannak. Amikor elkezdett felém jönni, akkor hirtelen hogy megvillant bennem a gondolat, hogy oh-oh. És milyen igazam volt. Csak meg kicsit később vettem észre. Ezt nagyon elszúrtuk. Na jó. Nézzük azt a Wellingtont. Na, vagy inkább az I-185-öst. Wellington le fog zuhanni, igaz? Nem. De... Határozottan. Szerintem a B-25-ös még meg lehet. Remélem, hogy sikerült annyira bántani, hogy a társaimnak már megoldják. A B-25-ös még mindig repül. És még mindig. És még mindig. Itt tudom eltalálni. Ügyesen rángatja. Most. Aha. Wow, mit csinál ez a srác? Te jó Isten! Jogi srácok, azért ennyire nem kéne. Atya világ. Túlságosan sokáig kergettük az igazság. Nem gondoltam, hogy ilyen sokáig bírja. És elvesztettük. Nem is volt egy rossz meccs. Húú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 ú
Csak piros gépek vannak, ennek a meccsnek vége. Most megtörtént a nagy összeütközés. Már nincs idő leszállni sem, úgyhogy igazából mindegy. Ilyen jak 9-es. Elfordul. Itt nem hiszem, hogy nekem sikerülni fog valamit kiszedni. El a 5-ös. Megint a 45 mm-es jak itt van mögöttem. Jó, jó, nyugi. Értem én, hogy kemény fiú vagy, de ne a kicsiket pazarold azt a nagy lövedékedet. Júj! Júj! Már sok nem lehetsz. Csak szólok. Mondtam, hogy sok nem lehetsz. Ah! Volt egy LA 5-ös barátja is. Tenébe. Még leszettek miatt, végre lett a meccs, nem szóltam bele mennem.
Na, megpróbáljuk még egyszer a németekkel, csak mert mazovista vagyok. Hát, most egy kettes meccsbe kerülünk. Várjunk csak miért. Füga. Most komolyan a H111-es fejlesztem. Nagyon mi készített erre a butaságra. Ezt veresszük itt. Na, próbálkozunk még egyszer. Egyébként elmondom egy kis reklámozást, tehát hogyha esetleg még nem ismeritek a csatornámat, valaki nézi most ezt a streamet és még nem találkozott velem, akkor a YouTube csatornámat nézzétek meg, ott rengeteg videót találtok. Ha minden igaz, akkor Mubots dobálja bele a chatbe ezeket a linkeket. Még nem néztem most, hogy működik-e, de elméletileg kéne, hogy működjön. Sajnos nem így van. És itt dobok egy linket a csatornámhoz. Ide. Így ne. Sokan nem vagyunk, de nem jelentettem be a streamet. És... Másik csak mit kell még elmondani. Az, hogy először is szeretném mindenkinek megköszönni, aki az én nevemmel regisztrált, mert rengetegen voltak. Volt olyan nap, amikor 12-15 ember is regisztrált az én nevemmel, illetve elérte a kettes szintet, és arról én kapok értesítést. Mert így kapok aranyat utánatok, amikor elértek a harmadik szintet, akkor kapok 100 aranyat. És hogy eléri valaki az ötös szintet, akkor azt mondom, hogy 200, de nem vagyok biztos. És így meg tudok venni olyan prémium repülőket, amit különben nem tudnék, és akkor azokkal repülhetek majd, és tesztelhetem nektek. Lesznek majd ilyen videók is. Esetleg valaki még szeretne ilyet regisztrálni, akkor a YouTube-os videóim leírásában mindig megtaláljátok a linket. Ha még ezt a videót a YouTube-on nézitek, akkor ennek a videónak a leírásában is ott a link, amivel regisztráltok a nevem alatt, és akkor 50 aranysassal kezditek a meccset. Én pedig kapok utánatok 100-at. Hogyha... hogyha eléritek a... Hirtelen fordul-e? Az igen. Jó. Úgy látszik, hogy minden meccset így kezdem ezzel az átkozott német géppel. Azt hittem, hogy ki tudom fordulni, de nem voltam elég gyors. Megközelebb majd ide figyelek. Ez fájt. Átkozott Bowfighter. És persze ez megint egy harmadik szintű gép, úgyhogy... Illetve harmadik szintű meccs. Fokjavú fokkal és P47-esekkel. Egy kis kifejlesztetlen német gépeimben ülök, amiket különös utálok. Eddig szerencsénk volt, de most a németekkel természetesen nincs. Próbáljuk ezt a Fokjavúfot, mit tud. Jobban tud-e meg... Ó, te jó isten! Harmadik szintű gépek, semmi esélyem ellenük igaziból. És meg is haltam. Ennyitől meghalt a motorom? Ez most komoly? Hát ez... Fantasztikus. És vége is. És nem is tudom felemelni az órát annyira, hogy rálőjek. Ez marha jó kettes szintű gépben egy ilyen hármas szintű állattal. Ez a második halál. Mindjárt demonstrálom, hogy miért utálom a németeket. Ó, te jó ég. Hát ez az volt. Csak rám nézett és meghaltam gyakorlatilag. Ez meg bőven magasabban van, mint amit én el tudok érni. Próbálunk gyorsulni. Nem tudom élni, de nagyon gyorsan megy, ami ezt illeti.
Wow. Le fog előzni egy Blenheim. Nem mondja komolyan. Milyen lassúak ezek a német gépek? Egy brittel már 400-al mennék. Ami pedig nem a leggyorsabb gép. Jó Isten. Jó, hogy kifejlesztetlen ezt hozzá kell tenni. Ez még abszolút semmilyen fejlesztés nincs szerintem rajta ezen a gépen. De nem tudom utol érni. Hát ez barom jó. Nem baj, feltesszük ezt a meccset arra, hogy utolérjük ezt a Blenheimet. Gyorsíts, BF-109! És is vissza fogunk térni a csatatérre. És ő miért nem? Hát ez tök jó. És meg valami engem is visszatesz. Nem tesz vissza? De... És persze, hogy most rajta vannak a Blenheimen és leszedik előlem. Ne, az én Blenheimem! Az enyém! Ki 45-ös le fogja darálni, és vége. De utálom a németeket! Sos nincs velük szerencsém. Ezt is lelőtték. És meg volt nekik. Menjünk magasra, hát ha találok valami szép nagy célpontot magamnak, amit lövetek. Ó, az... Az jó. Végre valami, ami ellen van esélyem. Aztán lehet, hogy ugye meglepődök. Nagyon gyorsan jön ez is. Zuhan. Nem csak első találom. Nem tudom utánozni. Elképesztő, hogy milyen gyorsan fordul hozzám képest. Na és már itt is van egy jóval nagyobb társam, aki majd leszedi előlem. Most komolyan egy lövést kaptam valamitől és végem van? Megint? Mi ez? Hát ez csodálatos. És ennyi. Megint egy kobra. Egy lövéssel intézett. Oké. Na három magyar igazság, ezt a meccset feladjuk. Megpróbáljuk harmadszor, és utána, hogy ez se sikerül. Nem sikerült rányomnom. Akkor feladjuk a németeket. Lehet, hogy életre. Nézzük, sikerül a harmadszor valami jót alkotni velük. Most trükkös leszek, és nem a legjobb gépem, mert jövőben mindjárt az elején, mert ő is kilőnek először. Ezt már tapasztaltuk az első két meccsben. Nem behozok egy kevésbé jó gépet, mondjuk... igen, mondjuk ezt. Ez a második legjobb. És ezzel lövetem ki magam, és utána majd talán a másikkal sikerül valamit elérnem. És reméljük, ez nem egy harmadik szinti meccs. De, ha jól látom, akkor... Nem, egyelőre ez még... De igen, ez egy harmadik szinti meccs. Szuper. Miért kerülök a németekkel mindig harmadik szintű meccsbe, ezt nem értem. Lehet, hogy ez az oka annak, amiért utálom őket egyébként. Általában úgy működik a játék, hogy második szintű gépek, második szintű meccsek bekerülnek. Nagy ritkán bekerülnek hármasok közé, és néha találkozhatnak egyes szintűekkel is, de összességében nagy részt kettesekkel kéne találkozni. Hogyha valaki nagyon sokat nyer egy húzamban, vagy nagyon jó játékos, hogy összességében a statisztikai alapján, akkor viszont hajlamos a gép betenni hármasok közé. Most elképzelhető, hogy azért, mert az első négy meccset olyan viszonylag simán megnyertük, azért kerülünk pont a németekkel. Lehet, hogy azok a kedvenc kezdelem. Azért kerülünk állandó a hármasok közé. Ilyen kettes. F4 jak. Az ilyen kettő M miatt gondolom, hogy ez egy hármas meccs. A többi még egyelőre nem tudni veszélyesnek. Ó, megtaláltam a Junkerst. Ez még egy. Gyere, barátkozzunk. Csak ne a jak egyesével, nem akarok barátkozni.
és szerettem az oroszokat. Ne fordulj felé, mi a kegyes. Miért? Az Isten szerelmére miért? Nincs jobb dolgod. Na, próbálkozunk gyorsan, lőjük le ezt. Akarsz meggyulladni? És gondolom itt van mögöttem már a jak, így van. De és itt is van mögöttem a jak pontosan. Jak. De nem foglalkozunk vele, mert kicsit olyan sokat tenni. Szóval megpróbáljuk meg itt. Kicsit megborgálni meg itt. Kozott, jak, foglalkozz mással. Hirtelen azt hittem, hogy a... oké. Van mögöttem megint, de fölöttem és mögöttem. Aha. Azt, hogy nem fogom tudni lefordulni a német gépemmel az orosz, vagy nem tudom felhúzni az órát. Eltaláltuk. Egy kicsit. Na, megvehetett volna. Elég béna a srác. Különben. Megint megvolt. Viszont ez... Ó, itt van az a HS, az mi a fene? Miért emeli így föl? Rengeteg energiát veszít. Hát ő tudja. Ha így akarja, megy a fene. Nem vagyok én semmi jónak elrontója. Oh. Sajnos. A Corsair. Meg akar velünk barátkozni egy kicsit. És sajnos meg is fog tudni, mert ő aztán tényleg gyorsabban fordul, mint én. Az egyetlen esélyem... oké, ez a sebesség nem fog tudni elmenekülni előle. Azt hiszem, hogy itt a vége, fuss el véle. Whee! Így van. Nincs valahol egy társunk. Whee! Látjátok, jó bírják a német gépek. És egy korszerrel nem lesz esélyem. Én is rángatom, mint ahogy ezek a szemetek szoktak el nem csinálni. Jaj! Wow. Még valami? Nem akartok lelassulni, srácok? Végül csak leszelt a szárnyomat. Egész jobb írtuk. Na. De ez a jak nagyon béna volt. Mi a fene? Milyen gép ez? Ja, ez lenne az az új prémium megint csak, amit kiadtak, ez a bombázó. Aha. Ott egy HS-111H. Ez tökéletes célpont nekem. De Jack is úgy gondolja, és igaza is van. Vagy erőről átlőni. Elfordult, nagyon jó. Köszi. Ezt rendesen megkapta, bár kicsit jobban is lőttem volna. Ezt illeti. Na, ne gyere belém! Ez a bőben a játékban neki annyira akarja a killt, hogy akár képes neki menni a bombázónak csak azért, hogy az övé legyen. Persze akkor nem lesz az övé, de ő azért megpróbál mindent, hogy mégiscsak az legyen. Nem akarsz lezuhanni, öreg? Na! Ne is ilyenkor senki nem lesz, mert ez az eszetlen neki ment. Az ilyet, de utálom és most meghaltam, mert... Á, igen, egy lövés eltalált és már is a fél gépemnek annyi. Most egy kicsit megfizetünk neki, érte. Így van, lángol. Lassítunk. Nézni, és... túlságosan lassú voltam, és fölment ezt a lóra. Ez a lag nagyon le van lassulva. Ő is, és... sajnos kombatban vagyok már most. Ezt nem tudom lerázni, megint csak túl gyorsan fordul. Nincs elég sebességem sem. De mit csinál? Ő akar lerázni engem. A sebességével az nem fog menni.
Legalábbis elméletben nem szabad, hogy menjen. Aha, az F4 ráugrott. Nem. Gyorsabb, mint én. Vagy legalább olyan gyors. Mi a fene? Húzd fel. Itt egy IL-2-es. Rajta vannak, meg kell tanulni, hogy kell menjek az IL-2-esre. A motoromnak már úgyis annyi. Egy lövést kaptam attól a barátot. Fogalmi nem. Ah, alig van belősze. Ez ott. Nem megyünk neked, nehogy ez itt. Mondjuk van őrült, mint egyesek. Így. Te jó, ez a gépe felhúz, nem egyszerű manőver. Hogy pattog le róla? Halál csillagról. Lefúzzóan? Nem. Á, itt vannak a haverja is sajnos. Belemegyek a jóba. Elősz. Na most. Uáj, már rajtam is van valaki. Miért? Miért? Hú, ez gyorsan volt. Ez nagyon elbénázta. Ja, értem már. Kilőtt a szárnyamat. De rajtam vannak a haverom. BF-109 is szintén, tehát nem fog tudni sokkal gyorsabban fordulni, mint én. Motorom nagyon szét ment állapotban van, viszont nem fogjuk tudni utolérni sem azt a BF-109-et, mert gyorsabb bárminél. Mert ugye ő egy G. Oh-oh. Ez meg itt egy JAK 7-es. Oké. Okay. Próbáljuk ki. Nézzük, vannak-e... Ah, van jó pár bombázójuk, de hol vannak? Körülnézzünk ott a Junkers. De nagyon sokan mennek rá. Valószínűleg feleslegesen mennék arra felé. Nem mondott, tényleg? Németekkel vagyok, na nehogy vesztünk. Elvileg ott szembe kell lenni egy csomó bombázónak ahhoz, hogy... Ah, itt egy Junkers. Az igazság, hogy... az a JAK-2-es nagyon nem kellett volna ide. És most ez a... legénységem nincs túl jó kifejlesztve, de nagyon későn vettük észre. Ebből csúnya világ lesz. Úgy érzem. Lassítunk. Úristen, úgy fordul, mint egy... Nagyon azt a srácot próbáljuk meg. Azt a mindenit, hogy fordul ez a gép. Vagy hogy nem. Még inkább. Fél motoromnak megint annyi. Nem is a félnek, csak... Na, fordulj, 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 fordulj. Na, ez meg volt. Sajnos sokan vannak mögöttünk. És most befordulok pont. És kilőtték. Parád őket, hátsó gunner. Valaki lője le őket, meg velem foglalkoznak, remélem. Egyébként ennyi, tehát a DO-val az a gond, hogy amint kilövik a hátsó magassági lapátokat, azonnal meghal a gép gyakorlatilag egy az egyben. Így né. És meg is haltunk. Nem is tudom, hogy van-e értelme, behozom még egy gépet, ismert is ne. Szóval vesztettünk is. Na, még van 12 pontunk. Na, nem szórakozunk, menjünk a legközelebbire. Oké, meghalok még egyszer. Talán így csak a csoda segíthet végül is, még 208 pontjuk van.
Vicces módon, hogyha behoztam volna a Junkers, meg esetleg... 12-12 pont, ez jó. Megpróbáljuk neki, ilyenkor vajon működik azt, hogy neki menjünk egy közepes tanknak? Mindjárt kipróbáljuk. Nekem már úgyis mindegy. Vicces, hogy neki akarok menni, szó szerint. Sikerülni fog, teli találat lesz. És túlélte! Ez nagyon jó. És se próbáltam meg neki venni egy közepes tagnak. Egy darab bombám van. És is repültem a Junkerszel. Most kell benyomni a Könnyű lovasság támadása című fantasztikus örökzöld slágert. Célunk az a közepes tankot. Nincs kegyelem. El kell találnunk. Senki nem foglalkozik velünk. Baromira nem tudok célozni a bombáimmal, de semmi gond. Tudjátok mit, nem is azt, inkább ezt itt, ezt a pillboxot. Valószínűleg ki... ott a két közepes tank. Ez túl szép, hogy igaz legyen, igaz? Azt a hátsót. És ledobtuk. Mi atyán ki vagy a mennyekben? Ez most komoly. Ilyen pénaságot. Ez csúcs. Ó, te jó ég. Miért nem találtam el? Azt hiszem elmondhatom, hogy rajtam ment el a meccs. Ó, ez jó volt. Oké. Na hát azt hiszem, hogy már a kevés ennyit bírtam. És megint bebizonyítottam, hogy nem tudok játszani a németekkel. Határozottan. Tehát minden meccset megnyertem, kivéve azt, amit a németekkel játszottam egymástán hármat. De ez legalább izgalmas volt itt a végén. És jól elbénáztam. Na, hát remélem, hogy tetszett. És ha minden igaz, akkor ez a videó hamarosan fenn lesz a YouTube-on is. Hogyha még nem vagytok feliratkozva a csatornámra, akkor tegyétek meg ott. Ha szeretnétek nézni máskor is élőben, akkor ezt itt megtehetitek. És van Facebook oldal, azt szintén megtaláljátok a YouTube videók leírásában, ott is lájkolhatjátok, illetve lájkolhatjátok a videót is. Sziasztok!